Sziasztok! Ebben a részben újra a nyugati főcsatornára látogattam el. Ugyanúgy a 33-as főút mellett horgászom ugyanazon a helyen, ahol az előző nyugatis videó készült. Két ok miatt jöttem el ide ma horgászni. Az egyik ok az az, hogy a holnapi napon lesz az Alcsi Holttiszán a Wundergaff márka által szervezett horgászverseny. Ennek a versenynek a szokásos versenyszabályokon kívül az a jellegzetessége, hogy ők biztosítják az etetőanyagot. Minden versenyző 3-4 kg, nem tudom pontosan mennyi etetőanyagot fog kapni. Pontosan ez az etetőanyag a Wundergaff Speed Eper ízesítésű kajája. Ebből kap mindenki, és mindenkinek ezzel kell horgászni. Ezen kívül még 1 kg szemes csalit etethet, de etetni is csak ezzel szabad, nem szabad rakétázni, semmi más etetőanyagot bejuttatni, valamint 1 liter élőanyag lehet maximum, szóval elég korlátozott az etetés és az etetésnek a minősége is, de pont ettől lesz még kiegyenlítettebb a verseny. Na szóval ez az egyik ok, amiért jöttem el, ezt az etetőanyagot ki szeretném próbálni, még nem horgáztam ezzel, már bekevertem belőle, amit már biztosan mondhatok, hogy ekoáron van, mivel hogy 490 forint lenne egyébként ez az anyag, de ugye azt még tudni kell, hogy 2 kilót kap minden regisztrált versenyző a verseny előtt, nevezés után és a verseny előtt. Én ezt át is vettem, ingyenesen megkaptuk, viszont mondom 490 forint egyébként az ára. Azért, hogy teszteljük ezt a kaját, és most ezért jöttem el. Ez az egyik ok. Szóval amit elmondhatok erről a kajáról, hogy közepes szemcse méretű, elég jól tapad nedvesítést követően, valamint viszonylag jól felhűsít is, úgyhogy valójában nem egy rossz kaja. Method horgászathoz nem tudnám elképzelni, mert elég nagy szemcsézetű ahhoz, de szerintem még az is megoldható lenne vele. Úgyhogy hosszú előkés csonti specával fogom ezt tesztelni. Most azt terveztem, lehet fogok egy kicsit metódozni, és vele majd meglátjuk. A másik ok, ami miatt jöttem, ez pedig a busázás. Ugye körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdtem úgy igazán ezt a busázási dolgot művelni, célzottan busákra horgászni. Voltam már a Visegrád öbölbe, pecáztam itt is busára. Úgy igazán itt még nem pecáztam busára, de azért fogtam pár kisebbet busás etetőanyaggal. A Visegrád öbölbe viszont láttátok, hogy milyen eredménnyel sikerült busázni. Aztán most eljöttem ide. A busázásra ugye azt kell tudni, hogy rengeteget kell etetni, sok etetőanyag szükséges hozzá. És ugye hiába nem drágák egyébként ezek a busás kaják, tehát kilója ilyen 500 forinttól 7-800 forintig terjed. De ha azt nézzük, hogy egész napos peca alatt, főleg egy folyóvízen 10 kiló legalább szükséges lehet, így akkor már rögtön több ezer forintnál járhatunk. Így arra gondoltam, hogy elmegyek egy takarmányboltba, és megnézem, milyen lehetőségek vannak. Még a takarmánybolton kívül az etetőanyaghoz keverek kukoricalisztet. Ezt ugye én az Oceanben vásároltam 200 forint körüli áron. Tehát ez mindenképp egy jó térfogatnövelőszer, valamint jó felhősítést és tapadást biztosító anyag. Emellett gyári etetőanyagot mindenképpen alapnak rakok a kajába. Jelenleg most ez a Team Aramix-nek a Busa Sárga nevezető etetőanyaga, ami 490 forint ugyancsak, tehát egyik legjobb áru busás kaja. Az a baj ezekkel a kajákkal, a most kapható kaják közül, tipikus horgászbolt etetőanyagok közül, hogy én azt tapasztaltam, hogy tehát többet kipróbáltam, szerintem az összeset, ami kapható, és mindegyik. Tehát egyikkel sem vagyok igazán megelégedve, mind ilyen felhősödik ugyan, viszont elég nagy szemcsézettek találhatóak benne, szóval nem az igazi busás jelleg, nem tudom, miért nem tudják jobban ledarálni, aztán már sokkal jobb lenne, teljesen mindegy. Fédermániának most jött ki a busás kajája, azzal még nem találkoztam, úgyhogy nem tudom milyen, valamint jön még a jövő évben is ki talán 2-3 típusú más gyártójú etetőanyag, majd meglátjuk azok milyenek lesznek, de a jelenleg forgalmazottak között nem az igaziak, ez biztos. Ezért is
mentem el ebbe a takarmányboltba, amit már említettem az imént, és amit vásároltam, az tejpor, ami ugye többnyire kihagyhatatlan egy busás kajából. A tejpor, hogyha étkezési tejport vásárolunk, most nem a tejfehérítőről beszélek, mert az nem igazán jó, hanem az igazi tejporról, az 1000 forint felett van jócskán kilója. Ez 700 forint volt, lehet hozzájutni olcsóbban is, takarmány tejpor egyébként, de az illata nagyon jellegzetesen tejpor illatú, valamint az állaga is nagyon-nagyon porállagú. Tökéletesen felhősödik, jó illata, íze van, szóval teljesen jó busázáshoz. Valamint a másik dolog, amit ott mindenképpen érdemes megvásárolni egy busázás alkalmával, és egyébként pontyozás során is, az pedig a kukoricacsíra pellet. Kukoricacsíra lisztet is lehet vásárolni, de ez jelenleg nem volt a boltban, pedig azt vettem volna, mert azt összekeverve rögtön tökéletes. Ez egy jó illatú, elég erőteljes, intenzív, édes kis kukorica illatú dolog, aminek az íze is ilyen édeskés, szóval tökéletes lehet busázáshoz. Egy pellet szemet, hogyha beáztatunk vízbe, akkor már pár másodperc múlva is felhősödést okoz. Egy perc múlva már az 50%-a szinte fel is oldódott, 5 perc múlva pedig már szinte a 100%-a, tehát szét is oldódott, és elég nagy felhőt képez. Vannak benne nagyobb szemcsék, de annyi kell, adalékként mindenképpen megállja a helyét busázás során. Valamint, amivel még lehet szaporítani az etetőanyagot, a busás etetőanyagot, az lehet jól szétáztatott kenyér is, zsemle vagy bármi hasonló, héja nélkül. Valamint, amit én még tettem hozzá a visegrádi specám során, az a vaníliás cukor. Ezt ajánlották még egyébként az internetes írások is. Ebből még lehet hozzátenni, ez sem egy nagy összeg. A kukorica, vagyis a tejporból nem kell 1 kilóhoz 1 kilót tenni, mert az azért túlkapás lenne. Ilyen 4:1-hez, 5:1-hez arányban simán azért hozzá lehet keverni. És így elég olcsón, viszonylag nagy mennyiségű tartalmas busás kaját lehet kapni. Ha viszont úszóval busázunk, akkor ugye nem kell gombócokat gyúrni, nem szükséges gombócokat gyúrni, hanem jó hígra kell keverni, szinte víz hígságúra keverni ezekből a kajákból a keveréket, és így abszolút nem kell sok, és vízipuskával be lehet juttatni, hogyha nem nagy távolságra úszózunk. Én fenekezni szoktam busára, legalábbis eddig még fenekeztem, célzottan, sikeresen rájuk, és akkor viszont több kaja kell, de úgyis tökéletesen koncentráltan lehet ezzel a keverékkel horgászni. Na szóval így horgászok, nézzük, hogy milyen sikerrel.
szépen fogtam a busákat fenekezővel, és úgy gondoltam, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom őket úszóval is megfogni. Ugye nem olyan széles ez a csatorna, úgyhogy nem okozott semmi problémát, az se a bedobás, se a fárasztás, se semmi. Úgyhogy a szerelék az úgy néz ki, hogy egy csúszó, csukázó úszót raktam fel, csúszóra, állítható mélységgel. A mélységet olyan 80 centire állítottam be, a végén egy etetőkosár adja a súlyt, az a, és az azon lévő etetőanyag, és a kosár alá és fölé kötöttem egy-egy horgot. Az alsó horogra vagy tettem pufit, vagy nem, a felsőn mindig volt. Valójában a pufi nem szükséges ebbe az esetbe, sőt, olyan pufit tettem fel, ami valójában nem emeri fel a horgot, csak kikönnyíti, így még könnyebben sikerül a halnak a víz szűrése közben beszippantani a horgot, úgyhogy nézzétek meg, hogy sikerült-e fogni vele halat. Látszik, hogy ott a busa, mert folyamatosan mozgatják az etetőkosarat, jár az úszó, de a horgot még nem sikerült bekapni egyiknek sem. Bedobás után szinte rögtön ugrál az úszó. Az előbb sikerült az egyiknek megfogni a horgot. Raktam rá pufit, de igazából csak könnyítés gyanánt, mert az a kis pufi az nem emeli fel a horgot, viszont elég jól kikönnyíti, így még könnyebben tud a szívásra bele huppanni a hal szájába. Folyamatosan ugrál az úszó, tolja, húzza. De ha a hal fogja húzni, mármint úgy értve a horoggal együtt, horoggal a szájába, akkor azt észre fogjuk venni. Hopp. Na, viccel? Vigyed, ez az, vigyed. Hú. Hát ez nem jött össze. Nem vitte el sajnos. Lehet, hogy csak beleakadt valahova, halba kívülről. Vagy nem jól akadt a szájába.
majd talán most. És nem. Mégis. Na. Megvan. Megvan a kis busa. Megint ott van a szájába horog. Nagyon jó velük harcolni. Ha már a hortobágyon való horgászatomkor beszéltem a szilváról, ami horgászat közben elég jó csemege, ez is egy szilvabokor, akkor mindenképpen érdemes szót ejteni ezekről a kis gyümölcsökről, amik vadszedrek igazából. Szóval, ha ilyet látunk, ilyen levéllel, akkor nyugodtan lehet ezeket is fogyasztani. Szépen meg tudja festeni az ujjunkat. Savanykás íze van egyébként. Nem olyan nagy méretűek, de van belőlük elég. Nagyon finom, egyétek ti is. Lassan véget ér a mai peca. Valójában a busákról szólt ez a mai nap, de igazából busázni is jöttem, ez volt az egyik cél. Összesen 2 kg vetetőanyagot használtam el, mármint az adalékanyagokkal együtt összesen a mai nap busázásra. Szóval én szerintem ez nem mondható soknak, ahhoz képest, hogy több mint 10 darab busát sikerült fogni, nem tudom pontosan mennyit, de 10 darabot biztosan. Majd megszámolom őket, még a haltartóban van. Volt egy pár, amik partról visszaugrott, vagy fárasztás közben elment. Több olyan volt, ami nem akadt meg, viszont ami megakadt és jól akadt, az mindegyiknek a szájába volt. Egy volt olyan, amiknek a melluszonyába akadt a horog. Azt nyilván a jelenlegi szabályok szerint vissza is engedtem. A másik cél ugye az etetőanyagnak a kipróbálása volt, viszont a dévérek nem igazán ettek, 2-3-at sikerült fogni vele, nem gondolnám, hogy az etetőanyag hibája, ma nem evett úgy a keszeg, ahogy szokott, emellett elment még egy pontja, gondolom a kis horog miatt, valamint fogtam még egy kis amúrt, még a reggeli órákban. Múlt héten viszont Domrádon elmentem a Tiszára keszegezni egyet, és azelőtt voltam a Visegrádi öbölbe egyet még horgászni, busázni, és az egyik boton felhagytam a busázó szereléket, és valójában egy bottal szerettem volna keszegezni, de mondom, bedobom a másikat is a busás szerelékkel, nem is busás etetőanyaggal, csak a két horog lebegtetve bedobtam, aztán hát ha lesz valami. Nos, ez egy olyan horgászhely, ahol ami a strand alatt van, így elég sekély az a partszakasz, mert folyamatosan hozza le a víz a homokot, valamint a belső íve a kanyarnak, tehát eleve épít oda, és ilyen visszaforgós az egész, nem is annyira folyik, pont egy busázó, tehát a busák által kedvelt, közkedvelt hely lehet, viszont soha nem hallottam, hogy ott fogtak volna busát, hogy bárki is busázna. Minden esetre én bedobtam, és volt egy fél óra múlva a kapás, vagyis a bedobás után volt egy nagyon nagy kapás. Sajnos nem voltam a bot mellett, így mire leértem a botot, már a vízből vettem ki, a hal meg nem volt rajta. Viszont erre felbuzdulva dobtam egy újat, ugyanúgy egy sima keszeges etetőanyaggal, és megint csak egy 20-30 perc múlva egy hatalmas kapásnak rántottam be, és nézzétek meg, mi történt. Akasztottam egy szép busát Domrádon, már egy jó pár perce fárasztom. Gondoltam, indítok egy videót.
Még nem láttam amúgy a halat. Csak húzza meg, húzza a féket. Remélem jól akadt neki. Gyere fel! Gyere fel, mutasd magad! Ó, mekkora farka van! Azt a kurva! Azt a kurva! Na jól leállítom, pá! Jó pár perc eltelt. Mindig fárasztom. Már pedig itt a merítő, kikészítve. Kétszer-háromszor már láttam, már csak lassan mozog. De hatalmas jószág! Még mindig csak húzza, húzza! Ó, gyerekek! Még mindig megy. Pedig a fék eléggé jól be van húzva. Csak már nem merem jobban behúzni, 25-ös zsinór. Régi zsinór. De így is. Így is elég kemény. Már volt itt előttem, már elment most már újra, szépen komótosan járkál, most már nem csinál nagy kirohanásokat. És nem engedi magát, nem. Amennyit visszahúzok, kétszer-háromszor annyit leszalad. Pedig már mondom, volt itt előttem, hatalmas nagy feje van, és az alsó horogra jött. Pedig csak szórakozásnak dobtam be a busázót, mert a etetőanyag is dévérező. Megpróbálom nektek megmutatni, hát a feje jönne. Mert lehet el fog menni, aztán legalább meg legyen örökítve, hogy néz ki. Úgy láttam egyébként pettyes busa, mert elég sötét árnyalatú oldala volt. És nem akarja. Nem tudom hány perce fárasztom pedig. Eddig ő diktál. Én csak fogom a botot. Hú. Mindig megy, hát ezt nem hiszem el. Honnan van ennyi ereje? Ó, azt a kóra. Még mindig. Ez nem igaz. Pedig mondom, az előbb már itt volt kint, azért indítottam a videót, hogy most már hát ha látszik majd. De nem. Na most tudtam kicsit nyerni. Persze, megint indulj el. Na talán most már jön. Nem tudom, hogy ült a horog. Remélem, hogy jól. Hú, na, ez sport, gyerekek. Félkézzel ezt a botot így guggolva. Fel is állok most már. Gyere már fel. Gyere már fel. Gyere, gyere, gyere. Gyere, 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 gyere. És nem akar. Hát ez nem igaz. Na, azt nézzétek. Ó, Isten. Hatalmas. Visegrád öbölbe, 10 kilós volt a legnagyobb, és azt egy 7-8 perc alatt ki tudtam venni. Pedig ez sem tűnik sokkal nagyobbnak.
Mekkora farka van, gyerekek. Gyere. És nem még megint új úterő. Az igen. A farka, mint cápa dugná ki hátuszonyát. Az ugye. Na most engedett többet betekerni. Hát de most le is húzza, hát hogy ne. Gyere, 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 gyere fel, gyere! Gyere levegőzni! Azt a kúveget, gyere! Na? Kicsit tekerek. Még mindig. Látszik a felső horgon rajta a pufi, és az alsó horog kellett neki. És hát nem kellett neki, nem gondolta ő, hogy az igazából még bekapni se akarta. Nem mondja a horgot, még a pufit se. És nem fárad. Én viszont annál inkább. Csak ez a videó jár már 6 percnél, előtte volt egy 2-3 perces, meg a kettő között is volt fárasztás, meg azelőtt is volt fárasztás, tehát már ha majdnem fél óránál járok. Tisza. Vaj, de szép. Na jó, most már megpróbálom meríteni. Jó gondoltam, ez egy pettyes busa. Nézzétek, mekkora feje. Hatalmas feje van. Alig fér bele a merítőbe. Sőt, valójában bele se fér. Hú, gyerekek, megvan. Na itt lenne ő kelme. Nézzétek meg, a horog ide felső ajkába akadt bele igazából a csontba. Ú, de viszonylag könnyen kijött. Másik horgot is kiveszem. Jó. Szerelék. És nézzétek. Mekkora szája van neki. Azt figyelj. Az öklöm belefél simán. Hatalmas hal. Ekkora busát én még élőben nem láttam. Szóval azt a gyönyörű busát sikerült fogni. Hát meglepődtem, mert tényleg nem gondoltam, hogy ott van busa. Szóval ennyit a mai nyugati specámról és erről a kis kitérőről. Ha lesz mit mondjak, vagy mutassak a holnapi versenyről, akkor majd azt a következő videóban megemlítem. Sziasztok!